hennázni fogunk. Képzeljétek el, én hennázni. De azért, hogy otthon mozogjak ebben a témában is, vagy ebben a videóban is egy kicsit legalább, ezért készíteni fogok egy tradicionális indiai menyasszony sminket is számotokra. A smink része biztos jó lesz, reméljük. A hennát viszont nem tudom, aki rutinos hennázó, az csukja be a szemét, és ne is nézze, hogy mit csinálok, mert én életemben először fogok próbálkozni. És hogy honnan jött ez az ötlet? Hát most volt a 2019-es őszi sminkverseny, amit a Toulouse Demain Makeup School, azaz a saját sminkiskolám szervezett, és a Catherine Early támogatta többek között, és a Spirit Nails. És hogy ez miért érdekes? Mert a Spirit Nails-nél kapható egyébként henna is, és arra gondoltuk, hogy milyen jó ötlet lenne, hogyha egy kicsit előszednénk ezt a témát, és természetesen nyereményjátékkal is egybekötnénk ezt a videót. Úgyhogy ha szeretnétek kipróbálni a hennát, akkor nincs más dolgozok, kommenteljetek itt a videó leírásában, így is nyerhettek hennát. Itt van ez a két cucmut, amit én életemben nem használtam. Az egyik egy hennaolaj, a másik egy henna. Ez már egy előre kikevert henna. Ugye utána jártam, nyilván én is a neten nagyon sokfélét olvastam erről. Ez előre ki van keverve, tehát nem nekem kell összeállítanom. Ez egy fogkrémállagú paszta, és hozzá egy olaj. Az olaj az arra hivatott, hogy segítse a munkánkat, előkészítse kicsit a bőrt és jobban megfogja a henna előtte, utána pedig henna használat után pedig tartósítsa és kevésbé gyorsan hámlik le tőle. Hát viszont én még ezt életemben nem láttam, nem használtam, nekem se csinált még senki, olyat se láttam, aki csinált ilyet, úgyhogy abszolút kezdő vagyok a témában. Ennek a henna olajnak a tartalma, amit a Spirit Nails küldött nekem, egy olaj, ugye? Elméletileg egyébként ennek a fajtának 5-10 nap a vállalt tartósága. Nyilván ez sok mindentől függ attól, hogy hogyan kezeled utána, hogy mennyire vársz, hogy beszívódjon, hogy mennyire hámlik a bőröd, hogy mennyire van jó állapotban, vastagabb bőrön, vastagabb felületen, egyébként sötétebb és tartósabb, vékonyabb bőrön, vékonyabb felületen, meg egy kicsit világosabb és hamarabb kikopik. Tehát azért nagyon sok mindentől függ ez. És most azért tanálok még mindig, mert félek elkezdeni. Még mielőtt elkezdenék, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg azt a kis csengőcske gombot a feliratkozás mellett, és akkor is sosem maradtok le egyetlen videómról se. Na! Ó, ez milyen elegánsan van megoldva. Van egy kis pöcök a végén, és ezt csak így ki tudom húzni, vagy mi. Igen, és akkor ott már elvileg jönni fog a cucc. Természetesen már is bekenem ezzel az olajjal. Szeretnék majd ide az ujjamra is egy picit rakni. Hú, jó erős illata van ennek az olajnak egyébként. Kezemnek nem is fog ártani egy kis olajozás, mert ilyenkor mindig ki van száradva. Ide is szeretnék majd, nem picit följövök majd ide a... van ám illata. Így a karomra is. Na, hát nem tudom, mennyit érdemes ebből kenni, én most kentem ennyit. Jaj, de izgalom! És akkor most megpróbálok rajzolni vele.
sikerült az alkotásom, illetve más Hennája, hogy tetszik nektek. Hát maradjunk annyiban, hogy így ránézve nem rossz, az őszképhez szerintem egyébként nem lesz rossz, viszont azért aprólékosabban megnézve nem annyira lett pontos rész. Mindegy, én most elsőre egy elégedett vagyok magammal, és akkor most már térjük át a sminkre, ezt pedig majd a smink végén le fogjuk mosni, és megnézzük, hogy milyen miután lekapartam róla a közben rászáradó hennát.
the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Írjátok meg kommentben mindenképpen, hogy hogy tetszik nektek, és most jön az, hogy leszedem ezt itt a kezemről. Bár ez az igazság, hogy most nem lesz annyira erős, hiszen ezt egy-két nap múlva fog folyamatosan sötétedni majd a minta, úgyhogy most csak ilyen halvány narancsárga lesz a kezemen. De itt az olaj, ennek segítségével fogom lekapargatni. Hoztam egy kis szivacsot, hát nem tudom, majd meg kiderül, hogy mennyire lesz ez. Nehéz vagy könnyű. Pontosabban. Lejön ez. És a minta is ott van szépen. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left. Halvány színű, de ez ugye napokon belül be fog sötétedni. Hát mondjátok el, hogy hogy tetszenek a kellékeim, ez a saját magam által megvolt kis fátyolkám, meg úgy az egész egyébként, hogy tetszik nektek ez a smink, esetleg megpróbáljátok-e megcsinálni, stb. Írjátok meg kommentben, lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornámra, és gyertek minél hamarabb újra, hiszen szerdán és vasárnap mindig jövök új videókkal. A Spirit Nails-nek pedig köszönöm szépen a hennát, amit használtam a videóban. Kommenteljetek bármit, és a kommentelők között kisorsolunk egy hennát. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!